Takács Tamás játékvezető útjára indítja a labdát, és ez ebben a pillanatban meg is történt, a két asszisztens pedig Demeter János, illetve Galán Roland. Stóth Zoltán határozottan jött a labda, még mindig ott pattog. Sigye szerezte meg a labdát, és a megpattanó labdát követően újabb szöglettel következik Virág Aladár. Vakler fogja előni, hiszen ez egy kiváló pozíció egy jobblábas játékosnak. És így van, Vakler próbálkozott a kapusra, kipattant a labda, azonban a kipattanóra nem eszméletünk elég gyorsan, majd Virág a bal szélen, átvételt követően tenné középre, és 0-0-ról kezdődik a második játékrész, erre ját is adott a játékvezető, most lábbal próbálkozhat, jól is jön az középre, ott sikerül lefejelni a labdát, ott pattogott a labda, és egy öngólnak köszönhetően megszerezzük a vezetést. A 46. percben Ceglédiek még mintha az öltözőben maradtak volna. A hangos bemondó pintén Norbertnek adja a gólt. Batizi nem jött vissza az emberével, így középre tudják tenni. A Ceglédiek, ott pattog a labda, és Kós érkezik mélységből. És az 53. percben Dóci Krisztián góljával egyenlít a Cegléd. Így tehát nem tartott sokáig az örömünk, hiszen Dóci lövése megpattant az egyik védőn is. Az 53. percben kapuban köt ki a lövése. A játékvezető pedig jelt adott. És egy figurát követően egy hatalmas Perger védés. Nagy szükség volt erre a Perger bravúrra. A 67. percben egy remek szabadrugás figurát követően. Egy kényszerítő angyallal, és már a 16-oson belül Sigér, azonban a lövését védi a kapus, a kipattanót pedig Andorkó nem jól találja el. A találkozó 81. percében újra megszerezhette volna a csapatunk a vezetést. Azt kértem a csapattól, hogy egy nagyon fegyelmezett védekezést tanúsítsunk, és a információink alapján a Cegléd rendkívül veszélyes, még idegenben is pontokat szerzett eddig majdnem valamennyi mérkőzésén. Ebből a zárt fegyelmezett védekezésből a kontrajátékra építettük a mai játékunkat, ami az első fél időben csak helyzetecskét hozott, igazából nagy átütő erő nem volt benne, de maga a védekezésünk az rendben volt. Valóban meglepett, hogy hazai pályán az ellenfelünk ilyen helyzetbe védekezett, és így más kellett egyből játszanunk. Persze mi nem erőltettük a játékot, majd egyszer mondom, az meglepett bennünket, hogy a Balmazújváros is kontrájára játszott hazai pályán. A szünet után viszont nagyon jól kezdtünk. Szerintem még így nem is kezdtünk szünet után, mert általában mindig bealudtunk, az első 10 percben kaptuk a gólokat. Most egy lélektanilag nagyon fontos gólt szereztünk, amit 5 percig tudtunk előnyünkre váltani, és kaptunk egy szerencsétlen gólt, azt hiszem a Kós rúgta el a szabadrúgást és hátba rúgta a társát, ha jól láttam a felvételt, és az pattant meg, és úgy hullott a hálunkba. Nem tudtunk utána már ebből kijönni, bár akart a csapat, küzdött, és ezzel a részével elégedett is lehetnék, de jelenlegi helyzetünkben ez úgymond nem sokat ér, ez az egy pont, nekünk győzni kellett volna a mai mérkőzésen. Tulajdonképpen elégedett vagyok, mert a különbség megmaradt köztünk, illetve aki még mögöttünk van, azokkal szemben még nőtt is, majd így megyünk tovább idegenbe, a mi helyzetünkben minden egyes pontnak örülünk.